Na, sziasztok! Régen volt már unboxing, bár az idejét se tudom mikor, talán egy hónapja, ami nálam régnek számít, úgyhogy nem csak a videó kedvéért, hanem a magam kedvéért vettem egy bluetoothos hangszórót, mivel hogy a régi kínai, tudjátok, amit már évekkel ezelőtt vettem, egyszerűen meghalt. Nagyon jó kis hangszóró volt ez egyébként, ha valakit érdekelne, még mindig lehet kapni, és volt róla unboxing videóm, vízálló Bluetooth hangszóró vagy ilyesmi, ez volt a címe, nem tudom pontosan, de a videó vagy a videó végére ráteszem az ajánlót, vagy ide majd a információs kis karikába lévő i betűre rákattintatok, és akkor ott lesz a videó. Szóval én eljutottam odáig közben, hogy ezt a részét egy kicsit markerra, a piros markerra megjelöltem, mert hogy tudjam, hogy melyik a bekapcsoló gombja sötétbe is, és a tapadókorongja még jó. Az egyetlen dolog, amit elhagytam róla, az a vízállóháznak a gumi oldala volt, úgyhogy onnantól kezdve már nem volt vízálló, illetve nem mertem megkockáztatni. Viszont a fürdőszobában nagyon jó kiszolgált, attól eltekintve, hogy nagyon sokszor volt, hogy kínlódni kellett, nem csatlakozott fel, lufasz. De, na, mondom úgy, nagyjából többé-kevésbé megtette, és az utóbbi időben vettem észre, hogy az történt, hogy nem tudom már bekapcsolni. Tehát azt hittem, hogy csak szimplán le van merülve, úgy kapcsolódik be, hogy ezt hosszan kell nyomni ezt a bekapcsoló gombot, és akkor egyszer csak mondja, hogy tidim, de nem. Tehát most már akár meddig tartom nyomva, ez a mikrokapcsoló meghalt. Innentől kezdve ez ugye nem szerelhető. Na mondom, akkor vegyünk egy másik hangszórót, de miért? Nem most mondom, veszek egy ugyanilyen kínait, az 3 hét, meg mit tudom én. Nem. Vettem, azt hiszem, tavaly előtt karácsonykor a tesomnéknak egy Blaupunkt Bluetooth-os hangszórót az Emagon, ha jól emlékszem, és akkor én ezt itthon kipróbálgattam, és az annyival jobb ennél a kínainál, jó, lehet, hogy ez is kínai elvtársak által összerakott, csak ez azért mégse no name, hanem Blaupunkt, azért vettem. Hol a vizem? És ugye mivel, hogy interneten vásároltuk, ki kell próbálni. Ugye mivel, hogyha véletlen valami hibás lenne, akkor nem meleg ez a kályha. Éla. 14 napos pénz visszatérítési garancia, nem haragoztok meg, érte közben kinyitom az ablakot, mert roppant meleg van. Kint is 10 fok van, 12. Lehet, ma még nyomok egy kerékpártúrát, egy ilyen sprintet, mondjuk Császáriba, mint tegnap. Úgy megnyomom, ahogy tudom, Császári, az nincs messze, az mindössze 5 km, és akkor nem megyek el a másik végéig, mert akkor át kéne döcögni az egész falun, ott meg szarkátyus az út, hanem csak a tábláig, és onnan fordulok is vissza. Tehát egy ilyen bő 10-est nyomok. Mondjuk a két forduló között lesz egy szusszanásnyi pihenő, hogy jól tudjak sprintelni. És akkor annyi. Amíg nem esik az eső. Na tehát, lag, én teszteltem azt a Blaupunkt hangszót, és annyival jobb, mint ez, hogy el se lehet mondani. Tehát egyrészt a hangminősége az veszett jó, másrészt pedig a, hát ugye, a kényelmessége. Most közben azon gondolkodtam, hogy ha a telefonnal veszem az unboxingot, akkor miről fogom tesztelni. De itt van nekem a tabletem, amit már nem kapcsoltam be évtizedek óta. Már a Google szólt is érte, hogy le kéne választani. Lehet, hogy ez le lesz merülve. Mindegy, bekapcsoljuk. De ezen meg nekem nincsenek zenék. Na, meglátjuk. Szóval ezzel nem kellett kínlódni. Itt, ha be volt kapcsolva a Bluetooth észlelése, akkor már egyből tük rácsatlakozott, és gyönyörűen szólt. Van benne FM rádió, meg minden, amire nekem nincs szükségem, de nagyon kis, csinos, kis tip-top zsebbe bevághatod, és akkor hát a szokásos USB-ről tölthető. Na, mi volt ezen a képernyőzve? Ó, 100%-ra fel van töltve az aksia. Gyere el, kék, hon van ezen olyan, hogy zene? Fényerőt csűrt fel.
Hát itt milyen gyakran használtam, hótpor az egész. Na, várjál akkor. Van ez olyan, hogy zene lejátszó, fotók, galéria, saját fájlok, YouTube. Hát YouTube-ot is letrok végül is játszani, van rajta non-copyrightos például The Fat Rat zene. Ezt be fogunk kapcsolni, hogy cake fog. Bluetooth. Itt megkeresünk. De szokatlan. Fetret Mayday. Az a legújabb sláger. Fetret Mayday. Oké. Ezt megkeressük. Jó. Na, és akkor... Hát, ez megy az erekék közé, majd valakinek odaadom nyereményjátékba, és akkor ne használhatatlan. De... Jó. Akkor nézzük. Ezt a Smart Shop-tól vettem. Azért ez a Smart csoport a... És Pikpak pontra jött a csomag, amit én még sose használtam, és meglepődő vettem észre, hogy jé, Nyírbátorban is van Pikpak pont. Legalábbis pont ennek az üzletnek van Pikpak pontja. A hírlapárusnál teszik le, az InMedio-nál. Hát én megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy mi az az InMedio, mert életben nem tettem be a lábamat, mivel hogy ez egy hírlapárus. Na, hát én meg hírlapot nem szoktam olvasni. És akkor azt mondja, hogy hát ez semmi érdekes, ez csak a számla. Ugye? Számla, meg garancia papír talán. Na, mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy hát ezt tényleg nem kell látni. Rajta minden személyes adat. Azt mondja, három példány, a bizonylat, jótállás, egyes számú csatolt melléklet tartalmazza. Jól van. 6250 magyar forint, az van ráírva. Annyiba került, hogy hát végül is nem volt drága, csak smucik vagyok, skót vagyok. Na, így néz ki a kis aranyos. Lehet látni a kamerába, ahogy gyönyörűen. Mindjárt kibontom, és akkor még jobban fogjátok látni. Blaupunkt. Hát rajta van lengyelű, meg még egy pár néven. Így néz ki a polcon. Originál Blaupunkt, levágjuk róla sértetlenséget, hitelesítő matricát, és akkor kibontjuk. Alul kell kihúzni a tálcát, és akkor, amint látható, ja, van még a dobozkába egy manuál, owner's manual, az angol, aztán van lengyel, valami szlovák és magyar is van itt a végén. Oké. Én ezt egyszer azt hiszem elolvastam másfél évvel ezelőtt. Akkor ez pedig ugye egy Garancia Blaupunkt, ez szerintem lengyel. Vagy a lengyelek forgalmazzák, vagy a lengyelek is gyártják. A lengyel testvérek. Köszönjük szépen a lengyel testvéreknek, amelyet ilyen jó kis cuccokat gyártanak nekünk. Mondjuk Lengyelország, ott van Németország mellett, miért ne gyárthatnák ők a cuccot? Na, olyan kis bársonyos gumis felülete van. Minusz plusz, azokkal lehet lépkedni a dalok között, illetve a hangerőt lefel állítani. Raj, de fasza fogunk. Illetve egy play-pause gomb van rajta. Illetve, amit még tudni kell, itt van egy hátsó ajtó. Ezen lehet tölteni, van itt neki egy szimpla, ha ráfókuszál a fókusz, van egy memóriakártya, egy micro USB, gyerünk fókuszálj, oké, okay. Egy micro USB és egy on-off kétállású kapcsoló. Múkodj, autofókusz, múkodj, az a baj, hogy a keret itt közre fogja nekem a
cuccomat, nem tudok a képernyő közepére pöccinteni. Na, és akkor itt van a micro USB-s töltő, illetve a nagy USB-s, az nem tudom, a nagy USB az mi ellen van? Ó, hát két ágú. Ja, értem, értem. Illetve mégsem. Azt mondja, hogy ennek a jack dugónak nincs is ajzat. DCV AUX, illetve a memória kártya. Itt van egy mikrofonja is, van te fél. Ez mire jó? Ez olyanoknál szokott játszani, amikor rádiót hallgat az ember, de az a lényeg, hogy tölteni meg úgy kell, de bedugod a mikro vagy mini USB, mikro USB ez, az a lapos. Másik végét pedig a bármilyen USB csatlakozóba, és akkor lehet tölteni. Nézzük már meg ez a jack, ez mire való. Nem, először párosítjuk, mert ennek működni kell így is. Azt mondja, hogy kiad magából egy csatlakozási hangot, és akkor saját eszközök, azt mondja, hogy mi ez JBL Play Up, az a neve? Párosítva, ennyi lenne? És akkor már rá is csatlakozott volna. Nézzük már meg, hogy szól le. Miért nem játszod le? Nem. Na nézzük meg a Bluetooth csatlakozást, azt mondja, hogy keresés. BP-BT01, ez lesz. Párosítás. Aha, megszólalt a kuk. Akkor innentől most van. Ennek kell szól. Így is van. Hagyjunk rá hangot, ne dumálj már. Ez azért szól rendesen. Szóval ez szó, nem is kicsit. Kicsit az elején megijedtem, hogy nem adja ki a magasakat, de kiadja, szépen gyönyörűen kiadja a magasakat. Csak ott nem volt a dal elején, ilyen nézve, de az ének szépen érthető. Magasakat, mélyeket. Mindjárt meghallod a szintit. Jó szó! Persze. Hangerő. Így is működik a hangerőgomb, tehát tartom a kezembe, faszán érezni a lábdobot. És lehet stoppolni ugye innen is a lejátszást, ahogy kell. Kicsit laggó persze, mert rádió kapcsolat. Is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday.
Tesztüzemmód megvolt, gyönyörű. Ez nekem amúgy is a fürdőszobába kell, mert fürdés közben szeretek zenét hallgatni. Na, ez akkor faszán működik, baba. A rádió üzemmódot nem tudom nektek bemutatni, mivel hogy az copyrightos lenne. Köszönjük szépen The Fetretnek, hogy egyrészt ilyen csodálatos zenéket csinál nekünk, másrészt, hogy ingyenesen a YouTube-on felhasználhatóvá teheti. Biztos észrevettétek, hogy a bringás videóimnál is előszeretettel használom. Nem csak azért, mert ugye az ő zene copyright free, hanem azért is, mert bringázás közben állandóan ez megy a fejembe. És olyan kibaszott motivációs zenéket csinál, hogy ez valami hihetetlen. Na, ezt mondja, hogy mi az, amit tudni kell, biztonsági utasítások. Ne használja a berendezés, ha vizes keze van. Egyszer benne volt egy ilyen gépi fordítós, nem is tudom, hajszárítónak a használt utasításban. Vízes nedves a tűzveszély és az áramütések elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket fröccsenésnek vagy túlzott nedvességnek, szauna vagy fürdőszoba anyád. Ne használja készüléket víz közel, mint például a fürdőkád, mosdókonyha, mosogató, mosókonyha, úszómedence közelben, nyírkos medencében, már pedig én a fürdőszobában fogom használni, igaz, hogy lerakom a sorokba, és jó napot. Ne nyomkodjon be tárgyakat a készülék nyílásaiban, mivel azok hozzáérhetnek veszélyes feszültségpontokhoz, rövid zártat okoz, blablabla, ki az a hülye, aki belenyúlkod. Cserealkat részek, akkumulátor, oké. Beépített Bluetooth kihangosító valós HFP, valós idejű hangfolyam továbbítás. Beépített hanghű mágnes védelemmel ellátott hangszorok. MicroSD kártya támogatása 32 GB-ig. Lejátszás közvetlen MicroSD kártyáról. MP3 VMA audiofájlok támogatása. Érdekes, hogy bab nincs. Számítógépek külső hangszórójaként is használható. FM rádió funkció, AUX in funkció. Tehát van benne rádió. Az AUX in, az nem tudom, hogy mire vonatkozik. Bunkó vagyok. Beépített újra töltető 400 mAh lítium-ion aksi, ami azt jelenti, hogy hát nem egy combos, tehát hát majd lehet azt mondom, hogy mennyi ideig bír szólni full hangerőn. 1-es, 2-es, 3-as gomb, ugye? Minusz, plusz. Azt mondja, hogy a minusz az az 1-es ugrás előre, illetve halkítás gomb. Bluetooth üzemmódban lejátszás közben nyomja meg a gombot az előző zeneszámra ugrás, illetve tartsa lenyomva a hangerő csökkentéshez. Tehát, hogyha hosszan nyomom, akkor csökkenti meg, növeli a hangerőt, ha röviden, akkor pedig ugrál a számok között. Lejátszás szünet gomb, oké. Lejátszás közben, ugye, ahogy már mutattam, megállítja. Azt mondja, hogy ha lejátszás közben telefonon hívják, nyomja meg a gombot, így a zene lejátszás leáll és fogadni tudja a hívást. Hívás befejezése után nyomja meg ismét a gombot a zene lejátszás folytatáshoz. Tehát akkor azért van rajta itt a kis mikrofonocska. Itten van egy mic look neki, hogy akkor tudjál vele telefonálni. Azt mondja, hogy más nem kell róla tudni, mert egyébként olyan egyszerű, mint a fajék. Az AUX in és mikro SD kártya üzemmód csak bla 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 ugrás, vissza jelzőfények használta mikrofon, jaj, ilyen szép kék LED is van, mikor töltjük, meg mit tudom én, on-off kapcsoló, az is ilyen szép kék LED-del világít, ki lehet kapcsolni egy gombnyomásra kényelmesen, amikor. Azért annyira nem kell ezt félteni a víztől, mert ez a szilikonos bevonat, ez azért power. Akkumulátor töltése, számítógépről lehet tölteni, USB kábellel, ja. Megjegyzések, használati utasítások, Bluetooth üzemmód, mi van itt még? FM rádió elindítása és hangolása, hogy csatlakoztassa a melléket, USB kábel, mikro USB csatlakoztatóit a hangszóró mikro USB ajzatához, mivel ezek antennaként szolgálnak a jobb vétel érdekében. De akkor a jack az mire kell? Én azt nem értem. Tehát a stereo jack az mire kell? Az oké, hogy ezt belenyomod, mint antennát. Ez mindig így szokta. Jól van. Hát csatorna kereséshez ugye ez a három gomb használható. Nem érdek a rádió, utálom a rádiót, sose használtam a rádióját. Jó. Ennyi. AUX in üzemmód.
A csatlakoztassa a melléket audio kábelt a 3,5 mm jack csatlakozójának külső audio lejátszó. Aha! AUX out line out phones csatlakozó jack kajzatához, a másik micro USB kábel csatlakozóját pedig a hangszóró. Aha, értem, tehát akkor mondjuk keverő pultról vagy más hangeszközről ezt a cuccot ki lehet rakni, és akkor ez használható ezének külső hangszórónak is. Vagy erősítőről. Jó van, akkor értem már, mi ez az AUX. Oké. Azt hiszem elmondtam mindent, amit kell róla tudni. 2 wattos névleges teljesítménye, jelzaj viszont 90 decibel, torzítás kisebb, mint 1%, gyönyörű hangja van egyébként. Lemerült akkumulátor töltési ide kb. 7 óra. Tehát éjszaka rádugod a izér, azt jó napot kívánok. Na! Szóval ez volt a Blau.BT01 nevű Bluetooth hangszóró unboxing. Végre most már van egy normális hangszórom, és akkor ennyi volt a mai napra. A hosszú hétvégén még vissza fogok térni talán egy live adással, mert én feltettem közben egy érdekes kérdést a Turi Tamás nézőkcsoportban, és szeretném, hogyha ezt ki tudnánk beszélgetni. Valószínűleg egy blogbejegyzést is fel fogok olvasni ezzel kapcsolatban. Ez egy, nem egy ilyen, gondolkodós, filózós live lesz. Na, majd meglátjátok. Én is majd meglátom. Nem tudom, milyen lesz, majd improvizálunk. Oké. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ne felejtsetek el feliratkozni. Ha most látod először ezt a csatornát, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve mellette a kis harangocskát, hogy le ne maradj egyetlen videó feltöltésről sem. Többieknek pedig nagyon szépen köszönöm a kitartó figyelmet. Sziasztok!